Sziasztok, Dezső Bence vagyok, és elkezdtük a legújabb videómhoz, ahol is indulunk haza. Nem tudjuk, hogy posztoljuk-e majd ezt a videót, ha valami érdekes történik haza, akkor videózunk, és igen, elindultunk haza, és akkor lesz egy videó az ideútról, és egy videó az odaútról, plusz lesz a room tour videó, és reméljük, hogy minden egyes videót fog posztolni, amit felvettünk itt. Közben megállunk egy másodpercre, megmutattam nektek, hogy a srácok hátul milyen kényelmet élveznek konkrétan. Bárint az ott melletted, az mind csomag. Nagyon jó. Nem, ez jó, könyöklő, jó? Ez könyöklő. Várjál, már jön egy... Tényleg? És akkor mi van? Kikerül, aki akar, Szabolcs! Ne pittyogjál! Megállsz, hogy levehessem a kabátom? Nem. Állj már meg, mert Patrik tényleg így ott ajtóval van. Amúgy ezt az időt vártam, gyerekek, olyan szinten jó idő van, hogy valami elképesztő. Ropjátok, fiúk! Ez a szakasz a kedvencem, figyeljetek, lehúzom teljesen a zenét. This út is the best út, tehát hogy ezt figyeld. Haver, itt konkrétan fel kell borítani az autót. Erre ahhoz, menjek, hogy... onnan főveszek, hogy viszlek. Így van. Megreformálom a vezetős vlogokat, gyerekek, itt állj, közben. Állj, hát lassan menjünk. Lassan menjünk, haver. Nem ütöm el. Hello! Kapja a szélvédőt, hogy teljesen eltakarja. Mi van? Szerintem ez jogszabályban még nincs kötve, hogy nem lehet vlogolni vezetés igen, közben. Igen, ez tuti nem illegális, mert senki nem mondta, hogy nem szabad vlogolni vezetés közben. Úgyhogy ott a táj, nagyon szép, Erdély is the best. Hova hoztalak titeket, gyerekek? Azért mégiscsak nem Florida, de Sepsibükszád. Úgyhogy... Nagyon élik Erdélyt, csinálnak képet a Székelykapunál. Az Instagram vloggerek. Szabi az amúgy megszólta nagyon őket, hogy ne csinálnak más kapujánál képet. Ezt nem hiszem. Igen, ez kb. Az, amikor odaállsz egy idegen ember autójához az utcán és csinálsz egy képet. És már jönnek itt a helyiek. Másnak az autójáról nem akarsz? Vigyünk haza Székelykaput, Bálint. Vigyünk haza? Ez full gáz volt, Bálint, egyébként, tényleg. Full gáz. Mondom, mindig csak piszkáltak. Mit mondtál, Bálint? Csak bántotok, csak egy székelykaput akartam. Az előbb láttunk egy srácot, és ezen meglepődtek, de hát ugye én helyi vagyok, ez mindennapos volt, amikor itt laktam. 15 éves kisrác, kezében 2,5 liter sör, kezében 2,5 liter sör, és támaszkodva ment, levegőre támaszkodva. 15 évesen 5 liter sörre, amit elárulnám, az 5 liter sör, az nincs 1000 forint. 10 lei. Igen, 10 lei. Az 600 forint. Igen, 600 forint az 5 liter sör. 700. Azzal barátok, úgy meg lehet akadni, hogy az árokból szednek ki. Az a legjobb, amikor a bácsikák Székelyföldön, falucskákban, kis cangával elindulnak. Ez a nagyon papírkeró, tudod? Papírkeró? Papírkeró. És így látod rajtuk, hogy hoppa. Közben itt előttünk? Közben előttünk egy... trágyavivő kocsi. Felénk ez csak szekér. Elvették tőletek más élet hazátok. Hol vagytok székelyek? Haver, öklözés, szevasz, vigyázz magadra. Úgyhogy leraktunk. Lassan az Audival. Hát hogyha nem én vezetem, harap. Akkor harap, nagyon harap nagyon az Audi. Tesó, S-line-os, mit várunk? Szevasz. Elütik, b***d meg. Elhoztam őket, csinálunk hazafele menet. Kis offroados pályán, amit amúgy jól ismerek. Csinálunk Instagram képeket. Haver, amúgy egy kicsit szerintem stresszelsz attól, hogy most mi lesz, nem? Csak nézek fölfele. Egyenesen megyünk, haladunk! De tök jól bírja tolja, amúgy. Tolja, tök tolja, jól bírja ez az Audi. Tolom, haver, padlózom. Ez az, tök jó. Tök jól bírja. Haver, csúszunk lefele, haver! És most mi az Isten csinálja? Ez a kipörgésgátló, ez miért van kikapcsolva? Oké, csúszunk lefele jelenleg. Ezt na, kívülről fel szeretném venni. Nem fogunk lecsúszni semmi. Nem csapódunk neki semmilyen fának. Nincs is ott fa. Beragadtunk. Jó. Tehát. Mondjuk úgy, hogy egy picit azért, egy picit bástad. Hát mind a vakondok. A Gucci cipőben itt ne szálljak ki, ugye? A Gucci cipőben ne. Igen, aha. Tök jó. Kapcsoljam az offroadot? Ne kapcsolod ki, elmondom mit csinálj, látszik nem vagy tapasztalt sofőr. Hátrafele. És kanyarítsd le. Kanyarítsd le. Jó, és most előre, és gurultasd. Úgy jó lesz.
Látszik, hogy kimagyaráz, aki tud, haver! És innen oda föl kéne menjek? Igen, nem fogunk oda felmenni, nem. Eldöntöttem, tehát oda nem. Tök jó, a cipőm... Kérlek. A fűbe, majd én följövök! Az még jobban elbukik gyere, az... Gyere, arra, balra, kanyarodj be, és a fűre gyere rá! Azaz, aha. Fűre, a fűre! Aha. Jó, Szabi, ezt most így felejtjük el, jó? Örülök, hova hoztalak titeket, gyerekek? Kicsit sem süt a nap, szerintem beragadtunk, úgyhogy az éjszakát itt fogjuk tölteni, mégsem menjünk vissza Budapestre, ugyebár. Figyelj, itt jó az idő, madárcsicsergés, kell lennél több? Na, elégedettek vagyunk, mehetünk már végre? Nem. Csak már hajnalra fogunk visszajönni Pestre, ha visszaérünk. Felvidék? Hát mert ez nem az? Felvidék a Szlovákia, az Erdély. Akkor az alvidék. Akkor a jobbra vidék. Szóval, hogy a cipő kombó az nagyon jó. Tehát hófehér cipőben nem feltétlen vagy jobb azért, mint én. Ugyanolyan színű a pulcsink. Amúgy... Bármikor képet csinál, Szabi, berakja ezt az ütnivaló fejét. Mutasd meg azt a fejet, légy szíves. Mi az az... Így nem megy. Csináltunk nekem is Instagram képet, amit itt az Instagramon meg tudtok nézni, és tudtok lájkolni, lájkoljátok, léci. Most pedig nem tudom, mi lesz, szerintem az autót valahogy ki kéne venni a jelenlegi állapotában, és elindulni végre, mert... Németh Bálint, elárulnám neked, hogy nem vagy modell, közel sem vagy modell, hallod? Hallom. Konkrétan úgy nézel ki, ilyenkor be lehetne téged rakni a Havi Favágók című magazinba. Az előbb történt egy olyan dolog, ami szerintem a szívbaj belém vette. Beültem. Már megint ugyanaz van, csak mondom. Beültem az autóba, megvan videó, nyomom a satúféket, és az autó az így megy előre fele. Konkrétan elfogytam a kormányt, hogy jó, fordulj keresztbe, és aha. Nem. És nem, megmutatod, léci? Nem, mert éppen megyünk lefele. De megmutatom neki. Ez a szívbaj belém vette. És konkrétan még csúsztam jó pár métert, jó, ott hátul látszik, hogy azért rendesen megszecskáltam az utat. Igen, ott van egy nagyon nagy lyuk, amiből tuti nem szedett ki, úgyhogy jól néz ki az autó. De egyáltalán menjünk már előre, hogy jutok végig ezen, mert ez itt, ez felejtsd el, tehát itt végünk van, ha ebbe belemegyünk. Mert itt benne van, hogy beborul így az oldalára, nem? Hát de, hát persze. Itt úgy akkor tudok, ha itt ezt így kikerülöm. Én veszem ami másik szemszögbe, jó? Hogy ne legyen ugyanaz. Hogyha bármelyik hírportál lehozza, hogy hogyan törtük össze az Audi egyik zsírúj autóját, akkor két szemszögből vesszük az esetet. Hogy áll a kerék most? Hát egy picit errefele. Aha. Jó a téma. Kicsit jobbra! Merre? Jobbra! Felejtsd el, hogy bemegy jobbra. Aha, aha. Jól van, jól van! A vége az azért a legjobb. Mi van? Mi van? Megvan! Bálint, kicsit gyere jobbra. Jobbra? Az autó magától megy balra, hogy menjek jobbra? A végén milyen érzése töltött el a megcsúszás? Váratlan volt, mi? Nem vagyok jól. Hogy kell köszönni? Azt mondod, hogy bunezioa, és azt mondod, hogy... Csak annyit mondja, hogy zsetoane, vagy zseton. Zseton. Meg kell mondani, szia, hello. Hello, bune. Mi? Bune? 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 Mennyi mondta? Nem nagyon beszélgettél, Szabi, mi történt? Megijedtem. Tessék, itt a zseton, mozd le az autót. De kaptunk kettőt. Igen, mert kettőt vettem. I'll be outside with the guys. I'm not afraid of the night. I'm not afraid of the light. Look me straight into my eyes. I'll be outside with the guys. Hey, I know what you're gonna say to me. Én ettől félek. Szabi vezetni fog. A bal lábadat felejtsd el. Én, de várjál, én tanultam vezetni. Nem, de ilyet nem. Szállj ki. Jó, oké, szóval D-be megyünk, ebbe D és S, ugye? Hátra menjünk. Akkor hát fog rá. De miért hátra menjünk? Mert ott fog. Hát ott kikanyarodok balra. Jó. Hát nyugodjatok már meg. Nem tudom, milyen érzékeny a fék, tudod? Nagyon. És a gáz is. A gáz is? Igen. Úgyhogy tényleg most addig ne nyomjál rá. Na Istenem, félek, uram, atyám! I know exactly how we was before.
határnál megérkeztünk Magyarországra végre. Itt vagyunk Magyarország, visszaértünk a túráról, úgyhogy hamarosan Budapest, és akkor fekszünk is aludni. Tuti nem vagyunk fókuszban, ezért ne haragudjatok, de itt vagyunk, visszatértünk, és holnaptól hétfőn kezdődik az őrület. Remélem tetszett nektek ez a videó, hogyha így nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy nem tudjátok, Bence vagyok, sziasztok! I know the look on your face, far too well, it says a lot more than a thousand words. Yeah, I speak, but silence occurs. Hold up, damn, there's a red alert. You keep on